Maszkban ülnek a Nyíregyházi Egyetem Kodály termében az intézmény végzős hallgatói és hozzátartozói. Utóbbiaknál virág, plüssök és különféle ajándékok átadásra várva. Szombaton tartották a hagyományos oklevél átadó ünnepséget, pontosabban ünnepségeket. A mostani diplomaosztó még nagyobb jelentőségű a Nyíregyházi Egyetem életében, hiszen előző évben nem lehetett megtartani a diplomaosztót. Most júniusban 670 hallgató végzett, februárban keresztfélében pedig 222. Most a mai napon 470 hallgató veszi át a diplomáját, mivel ilyen nagy a létszám, ezért két részletben. Az egyetem rektora az ünnepségen arról beszélt, ezek a fiatalok már nem ugyanazok az emberek, akik annak idején elkezdték itt felsőfokú tanulmányaikat. Az évek során ugyanis számos impulzus érte őket, amelyek átformálták jellemüket. Köszönetet mondott a hallgatókat támogató szülőknek is, a végzetteknek pedig azt tanácsolta, használják ki lehetőségeiket, és ha nem találják az utat a célok eléréséhez, tervezzenek újra, de soha ne adják fel. A diplomaosztón a sportér felelős államtitkár is részt vett, aki felidézte az elmúlt hónapokban az oktatásban is egy új helyzettel és az ezzel járó kihívásokkal kellett szembenézni, amelyekre gyorsan kellett megoldásokat találni. Az oktatási intézmények vezetőinek és tanárainak rugalmassága, tudása és tapasztalata sokat segített abban, hogy egy rendkívüli körülmények között se vesszen kárba. Az a sok-sok energia, áldozatvállalás és tanulással töltött idő, amelyet a diákság investált a tanulmányaiba a megelőző időszakokban. Nem volt ez másképp itt a Nyíregyházi Egyetemen sem. A politikus a fiatalokat arra bíztatta, merjenek új célokat kitűzni, és használják az itt megszerzett tudást a boldog, sikeres jövő érdekében. Életünk egy kitörhetetlen része lesz a Nyíregyházi Egyetem, a kollégiumok. Nem fogjuk tudni elfelejteni az itt szövődő barátságokat és szerelmeket. A friss diplomás hallgatók nevében a matematika testnevelés szakon végzett Bak Dániel búcsúzott az egyetemtől. Televíziónak ő is beszélt az elmúlt, szokásostól eltérő fél évekről. Már korábban is volt már egy ilyen helyzet, amikor be kellett mindent zárni, és mindenki átment online felületre, úgyhogy már volt benne a tanároknak is rutinja, meg nekünk is volt már valamilyen rutinunk benne. Nyilván másabb volt, hogy nem találkoztunk a tanárainkkal, nem találkoztunk a barátokkal, ismerősökkel, gyerekekkel a tanítás során, viszont az online felületből megpróbáltuk kihozni a maximálisat, és szerintem jól meg lehetett oldani így is. Az a kormányzati döntés, hogy a nyelvvizsgával nem rendelkezők idén is átvehetik diplomájukat, nagyjából megduplázta a résztvevők számát. Emiatt kellett két ünnepséget tartani. Külföldi hallgatók is átvehették diplomájukat, most először Európán kívüli országokból is, úgy mint Tunézia, Nigéria, Jemen és Banglades. Az átadón a szenátus által odaítélt díjakat is kiosztották. Mások mellett az egyetem tiszteletbeli polgára címet, rektori elismerő okleveleket, valamint hallgatói kitüntetéseket.